A mai biztonsági zónában azokkal a termékbemutatókkal foglalkozunk, amelyeket kifejezetten szépkorú, nyugdíjas emberek számára szerveznek átverés céljából. Kezdjük egy ferencvárosi nyugdíjas asszony történetével, akit egy ingyenes egészségszűréssel álcázott termékbemutatón károsítottak meg. A megkárosított asszony azt kérte, arcát nem mutassuk meg nézőinknek. November vége felé megkerestek engem telefonon egy ingyenes egészségfelmérésre. Én akkor rögtön rákérdeztem, hogy ez termékbemutató, nem termékbemutató kérem, hanem itt mindent megtetszik tudni, egy olyan műszerünk van, ami az Unió támogat, és olyan felmérést csinál, hogy még a laboratóriumok se tudnak ilyet. Rákérdeztem, hogy honnan tudják a telefonomat, hiszen titkos, na erre nem szólt semmit, hogy ez egy 9. kerületi egészségfelmérés, és hát azért jutottak el hozzám. Nekem az a problémám, hogy rettenetesen zúg a fülem, és hát a fejembe ez valami borzasztó, mert egy pillanatra se szűnik. Ettől akartam megmenekülni. Megadták a címet, elmentem, eléggé körülugráltak ott ugye szűrt vizet, meg kávé, meg mit tudom én. Elkezdtünk beszélgetni, de szimpatikus volt a hölgy, éppen nyugdíjhatáron, tehát nem egy fiatal. Úgy gondoltam, hogy ez jobban megért engem. Azért azt hozzáteszem, hogy egy kereszt volt a nyakába, mondom, hát én ugye ettől is egy kicsit hát jobban bizalmas voltam, mert én is katolikus vagyok. És akkor ott megmutattak 3 készüléket, egy lézeres készüléket, ami állítólag arra jó lett volna, hogy megszűnjön ez a betegségem. Azon kívül ajándékban egy visszűrőt és egy fényterápiás kis, egész kicsike kis készüléket mutattak, és akkor hát kezdtem mondani, hogy 3 hónap múlva meg fogok gyógyulni ebből a betegségből, ha ezt a lézeres készüléket használom. Hát ettől én nagyon boldog voltam, mert hát úgy gondoltam, hogy mindent meg kell próbálni, hogyha az orvosok nem tudnak segíteni, hát ha ez sikerül. Ezt követően a hölgyel aláírattak egy több mint 500 000 forint összeget tartalmazó hitelszerződést. Az átvert asszony később hiába reklamált, a felvett hitelt vissza kell fizetnie. A cég pedig, amely a piaci áron néhány 10 000 forintos távol-keleti gyártmányú termékeket több mint 500 000 forintért értékesítette a gyanútlan nyugdíjasnak, azóta nevet és címet is változtatott és folytatja tevékenységét. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közelmúltban tartott sajtótájékoztatót az ilyen és ehhez hasonló nyugdíjasok átverésére specializálódott termékbemutatókkal kapcsolatban. Az eseményen Ábrahám Katalin, az Országos Polgári Nyugdíjas Egyesület 11. kerületi elnöke elmondta, milyen egyéb módszerekkel próbálják megkörnyékezni a gyanútlan nyugdíjasokat a termékbemutatókra specializálódott csalók. Számos különböző módszert alkalmaznak évek óta. Korábban leginkább az volt jellemző, hogy postaládákba bedobtak különböző hirdetéseket, és akkor ott bizonyos helyszínekre invitáltak, buszos kirándulás, indulási helyét megadva, összekötve kirándulással, ebéddel, vacsorával ez a termékbemutató, és mellesleg derült ki a helyszínen, hogy végül is mi a kirándulásnak a fő célja, tehát gyakorlatilag meghirdetett tájakról nem sokat láttak az ott lévők, hanem egy teremben töltötték a nap nagy részét, és akkor ott ment a meggyőzés és a vásárlásra való ösztökélés. Manapság inkább a telefonos megkeresések, amik gyakrabban előfordulnak, de olyan szinten, hogy saját magam példájában is el tudom mondani, hogy ha otthon vagyok egy nap, akkor 3-4 telefon is érkezik a legkülönbözőbb témákban, és elég erőszakosan tényleg ezekre hivatkoznak, hogy ingyenes, csak most ki lehet próbálni bizonyos termékeket, és szűrővizsgálatok ingyenesen, aminek aztán az a következménye, hogy ott a helyszínen különböző igen rossz vizsgálati eredményeket közölnek az ott lévőkkel, és akkor utána pedig beindul a meggyőző gép, és megpróbálják rávenni, hogy a rossz eredményeket hogyan lehet megfordítani. És akkor rögtön egy hitel konstrukciót iratnak velük alá, amiből aztán nagyon nehéz felocsúdni, és utána meg hát hosszú évekig eladósították magukat.
Kis Anita, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője beszélt azokról a 2014-es törvénymódosításokról, amelyek a termékbemutatók megtartásával és a termékbemutatókon történő vásárlásokkal kapcsolatban léptek életbe. A tavalyi évben két törvényi szigorítás történt, ebből az egyik az az, hogy a vállalkozásoknak mielőtt ezt az árubemutatót megtartanák, a helyi jegyző felé jelezniük kell, hogy ők egy ilyen eseményt szerveznek. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha a jegyző tud róla, a jegyző ezt tudja jelezni a felügyelőségeknek, akik pedig tudnak ellenőrizni. A másik fontos szigorítás az volt, hogy 8 napról 14 napra nőtt az elállási idő, ugyanis az ellenőrzéseknek az a tapasztalata, hogy a legtöbb visszaélés az elállással kapcsolatos, vagy nem biztosítják a vásárlóknak ezt a lehetőséget, vagy nem úgy, ahogy azt a törvény rögzíti. Például nem adják vissza a teljes összeget, vagy valamilyen indokra hivatkozva nem veszik vissza a terméket. Hogyha egy nyugdíjas aláír egy szerződést, és hazamegy, a család azt mondja, hogy hát nem kellett volna megvenni 300 ezer forintért ezt a bizonyos terméket, akkor ő 14 napig minden indok nélkül azt mondhatja, hogy köszönöm, ezt a terméket nem kérem. Abban az esetben, hogyha a vállalkozás ezt az elállási jogot nem akarja neki biztosítani, rögtön forduljon a területileg illetékes felügyelőséghez, aki ebben az ügyben el fog tudni járni. Sajnos a nyugdíjasok átverésére specializálódott cégek így is találnak kiskaput. Elkezdték például magánlakásokban szervezni az árubemutatókat, amelyet a jegyzők felé már nem jeleznek, így ellenőrizni sem lehet őket, illetve az elállással kapcsolatban azt a megoldást találták ki, hogy például egy árubemutató helyszínén konkrétan nem történik pénzforgalom, hanem megkérik a vásárlókat, hogy fáradjanak be az üzletbe, és ott veszik meg a terméket, amivel az a baj, hogy ebben az esetben már nem él a 14 napos elállási lehetőség, mert egy üzletben vásárol, ilyenkor nincs indoklás nélküli elállás. Tehát tovább folyik a küzdelem. A KDNP, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselői bejelentették, 3-as törvénymódosítással kísérelnék meg visszaszorítani a termékbemutatós csalásokat. 3 területen kezdeményezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelmért felelős helyettes államtitkársága, a hatósága közösen, hogy szigorítsunk azokon a szabályokon, amik miatt sajnos ma 10-ből 6 nyugdíjas, aki részt vesz egy ilyen termékbemutatón, káros útként kerül ki, amikor csoda matracot vagy masszás fotelt kényszerítenek rá. Az egyik az ingyenesség hirdetésének a tiltása. Nagyon sokan ugyanis az ingyenes ebéd, ingyenes utazás, ingyenes kirándulás miatt vesznek részt a termékbemutatókon. Úgyhogy el szeretnénk kérni, hogy az ingyenesség hirdetésen kerüljön ki a gazdasági reklámtörvényből. Ha már viszont elment egy ilyen termékbemutatóra, nagyon sok cég hitelszerződéseket iratta alá a termékbemutató résztvevő nyugdíjasokkal. Szeretnénk elérni azt, hogy üzleten kívüli kereskedelem, üzleten kívüli termékbemutató esetében betiltva legyen a jövőben a fogyasztói hiteleknek a megkötése, azaz, aki elmegy egy ilyen termékbemutatóra, ne írhasson alá áruhitelt, fogyasztói hitelről szóló szerződést, hanem igenis menjen el egy későbbi időpontban a bankfiókba, a hitelintézetbe, és ott egy korrekt tájékoztatás mellett írja alá a szerződés, ha és amennyiben még akarja. Kötelezővé szeretnénk tenni, hogy országos ügyfélszolgálati irodával működjenek ezek a termékbemutatókat szervező cégek, azaz elállhassanak később, ne ahova találkozzanak, hogy egyszer csak megszűnik a cég, nem lehet senkit utolérni a termékbemutatókat szervező irodáikban, hanem igenis az elállási joggal élhessen az a nyugdíjas, élhessen az a szép úr, aki részt vesz a termékbemutatón, az az országos ügyfélszolgálati iroda, illetve call centert kellene a jövőben üzemeltetni ezeknek a cégeknek. Ezek tehát a jövőbeli tervek, de a termékbemutatókra szakosodott csalók tovább próbálkoznak újabb és újabb módszerekkel. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a képen látható telefonos és e-mail elérhetőségeken várja a termékbemutatókkal kapcsolatos ferencvárosi bejelentéseket. Mi mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy nem kell a helyszínen, illetve nem is szabad a helyszínen semmit aláírni. Menjünk haza, beszéljük meg a családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, hogy most megvegyem ezt a terméket. Az a vállalkozás, amelyik azt állítja, hogy ez a termék csak itt, csak most, csak önnek, csak ebben a pillanatban elérhető, ott mindenféleképpen gyanakodni kell. Gondoljuk át, és csak ezután hozzunk egy ilyen döntést, mert ezek a vállalkozások éppen azzal élnek vissza, hogy a kisnyugdíjasok, a szépkorúak nagyon sok esetben megtéveszthetőek, hiszékenyek. Ne írjunk alá ott semmit.